Krisztus Szent Istvánnak a szentélyoltási napja. Ez 15-én halt meg, de ez különösen is kifejezi a magyar léleknek, a magyar szívnek azt a nagyságát, hogy ezt ünnepeljük, azt a különleges teljesítményt, azt a csodálatos emberséget, az emberre és Istenre figyelő uralkodónak azt a nagy-nagy áldozatát, hogy mindent megtett és megvalósított azért, hogy itt Kárpát-medencében nekünk, magyaroknak hazánk legyen, nemzetünk, országunk legyen, és egy igazi nemzetté tudjunk alakulni. Ezekkel a szavakkal kezdte ünnepi köszöntőjét Felföldi László pécsi megyéspüspök az augusztus 20-ai ünnepen a Pécsi Székesegyházban. Beszédében hangsúlyozta, nekünk is a jövőt kell megalapoznunk úgy, mint elődeinknek. A hazára, a békére, a családra hívta fel a figyelmet, mely a legfontosabb volt mindig, és napjainkban különösen az. Az ünnepies köszöntő után a bizonytalan időjárás miatt a rózsakert megnyitóját a dómkötárban tartották, ahol a püspök megáldotta a teljesen felújított kertet. A rózsakert a Szent Péter és Szent Pál Székesegyház közelében, a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár szomszédságában található. Gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Kegyelmedet kérjük tehát, Urunk, a rózsakert felavatásakor, hogy itt minden a szabadidőt és a szellem felüdülését szolgálja, a test és a lélek egészségének megerősítésére. Kulturális és turisztikai szempontból kiemelkedő a kert felújítása. Még 2016-ban egy kormányzati pályázat keretén belül valósult meg. A legnagyobb ebben a rózsakertben, hogy hát ez Pécs történelméhez kötődik. Tehát ez egy nagyon ősi hely, nagyon ősi terület. Nyilván a feltárások is előhozták azokat a dolgokat, amik megalapozzák ezt, és tudom, hogy sok-sok ember, sok-sok család szívében is jelen van, és így egy kicsit a város természeti szépségéhez, park világához tudtunk hozzáadni. Szépen benépesült a rózsakert, melynek angol parkjában a kert elnevezéshez és a műemléki helyszínhez alkalmazkodva a rózsavirágok kaptak hangsúlyt. A látogatók pedig már is birtokba vették a helyszínt. Imádom a virágokat, meg a rózsát is, úgyhogy nagyon fontos nekem, hogy megnyílt. Meg tényleg ott lehet sétálni elcsendesen, meg ahogy a püspök atya is mondta, hogy álljunk meg és beszélgessünk némán a rózsával. Nagyon jó dolognak tartom. Mi csak szétnézünk itt, megnézzük, mert már rég voltunk errefele, és még itt nem jártunk, és gondoltuk, hogy elmegyünk egy kicsit itt, megnézzük a környéket, meg majd a dzsámit, meg ilyenek, és akkor kicsit kikapcsolódunk. Még Békés megyéből is érkeztek turisták megcsodálni Pécs nevezetességeit, és persze a legújabb régit, a rózsakertet sem hagyhatták ki. Nem sok időt töltöttünk ott, mert elkezdett egy picit esni az eső, de gyönyörű, mert én imádom a rózsákat úgy egyébként is, és akkor most ez egy nagyon szép helyszínnek tűnt. Ezen a napon rendezték meg az első egyházmegyei családi fesztivált is Kovász elnevezéssel, mely Máté evangélistát idézi a főpásztor akarata szerint. Azt kívánják, ahogy a kovásztól meg kell a kenyér, úgy kelljen meg növekedjen Jézus Krisztus szeretetében a Pécsi Egyházmegye egyházközségeinek közössége. Én azt kívánom a pécsi embereknek, a pécsi családoknak, vagy az ide látogató turistáknak, hogy a rózsakertben és ezen a hihetetlen megújult, gyönyörű területen emberileg, lelkileg, közösségileg mindig gazdagodjanak, erősödjenek, és több, jobb emberként emberi méltóságokban megújulva tudjanak tovább menni. Az ünnepi programokat a rózsakerttől a püspöki palotáig a Pécsi Egyházmegye turisztikai csoportja tervezte meg. Sok mindenre gondoltak. Annyira gyönyörű tereink vannak, és nagyon jó lehetőségeink, és püspök atya is nagyon nyitott volt rá, hogy ezeket a tereket berakjuk, így a koncerteket be tudtuk hozni a püspöki palotába, a dómkőtárba, a gyerekprogramokat a püspöki kincstárba, a Magtár látogatóközpontba, és aztán az idő kegyes is hozzánk, mert minden helyszínen minden megvalósulhatott. A kicsik és nagyobb gyerekek is kipróbálhattak számos játékot, különböző foglalkozásokon vehettek részt. Többek között kézműveskedtek, origamizhattak, népi játékokkal ismerkedhettek, de volt itt ugrálóvár, robotika, elektronika, ijászat, családi játék. A Kovász elnevezésű mintegy 37 programelemet felvonultató rendezvényre több mint 2000 látogató érkezett Baranya és Tolna megye egész területéről.